Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal meg fogunk nézni egy hírt a magyar nemzetből, háborús hangulat a NATO külügyminiszteri tanácsülésén, hogy minden eddiginél háborúpártibb hangulat és minden eddiginél őrültebb ötletek Prágában, erről beszélt Szijjártó Péter. Prágában a hangulat háborús, egyre háborúsabb. Ezt írta a Facebook oldalon. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Mi ki akarunk maradni, de ez ma kemény menet lesz, ezt írja Szijjártó Péter, ami egyre borzasztóbb hír számunkra, legalábbis itt Magyarországon. Kemény nap lesz, hiszen az európai kollégák már hétfőn nagy lendülettel lovalták bele magukat a háborús pszichózisba. Az amerikaiak és a britek jelenléte pedig még ösztönzőleg is fog hatni ma erre a hisztérikus állapotra, ezt mondta a miniszter aláhúzva, hogy minden eddiginél háborúpártibb hangulat és minden eddiginél őrültebb ötletek várhatók ma. Nem tudom, hogy ő miben van, vagy hogy mi miért állunk ennek ellen ennyire, de én szerencsésnek érzem magam, hogy ezek az emberek azon fáradoznak, legalábbis látszólag a felszínen, hogy nekünk ne kelljen háborúban részt vennünk. Nézzük, mi az, amit mond még Szijjártó Péter. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének, ez ugye a NATO, ajtaja nyitva maradjon új tagok előtt, beleértve Ukrajnát is, ezt mondják ők. Ugye a probléma az Ukrajna belépésével, ezt mindenki el tudja képzelni, hogy amennyiben Ukrajna belép a NATO-ba, és nekünk kötelességünk az, hogy megvédjük Ukrajnát, akkor azonnal háborúba kell bocsátkoznunk Oroszország és szövetségesei ellen, nyilván Oroszország nem egyedül fogja ezt a háborút majd megvívni. Ezt egyébként a cseh külügyminiszter a NATO külügyminiszteri tanácsának informális ülésén mondta Prágában, mármint ezt, hogy akár Ukrajnát is be kellene venni. Valójában egyébként a washingtoni csúcs találkozót szeretnék előkészíteni, ami nyáron lesz majd, az idén nyáron, és a szervezet igyekszik növelni az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Most egyértelmű kellene, hogy legyen mindenki számára, hogy valami nem stimmel azzal, amit mondanak nekünk, hogyha egyik oldalon Oroszország harcol az Egyesült Államokkal, Ukrajnában tulajdonképpen, meg az Európai Unióval, és közben meg együtt ülnek ebben a G20, G7 szervezetekben, az Egyesült Nemzetekben, meg a WHO-ban, meg együtt küzdenek a Covid ellen. Hogy is létezik az, hogy két ország háborúban áll gyakorlatilag, és közben másik oldalakon meg együtt dolgoznak? És mondhatnánk azt, hogy ez csak a diplomácia, de azt hiszi valaki, hogy ez így volt a történelem során, mikor a 30 éves háború zajlott, vagy a 100 éves háború, hogy azok az országok közben együtt dolgoztak a háttérben más projekteken, de azért háborúzgattak, meg a csatamezőn lövöldözték egymást ágyúval, meg puskákkal, de amúgy tárgyaltak odébb 250 méterrel arrébb, hogy de azért mi lenne, hogyha megmentenénk a vadnyulakat a kihalástól, mert túl sokat lelőttek itt vagy ott vagy amott. Az európai politika nagy része megrendezett. Lehet, hogy én vagyok az csak, aki eszem fennakad, de ez valahogy nem reális számomra ez az egész elgondolás. Itt együtt vannak, ott meg háborúznak egymással. Manfred Weber egyre többször beszél a kötelező európai sorkatonaságról. Alapvető kérdés, hogy van-e az Unióban jogi lehetőség abban a vonatkozásban, hogy ezt bevezessék, illetve kötelezővé tegyék az egyes tagállamok számára. Egy Európai Uniós sorkatonai szolgálatot. Itt Jens Stoltenberg főtitkár az ülés előtt újságíróknak nyilatkozva úgy vélte, hogy a NATO-nak nagyobb szerepet kellene játszania a biztonsági rendszerek Ukrajnába küldésének koordinációjában, ami azt jelenteni, hogy a NATO technikailag részt vesz az oroszok elleni háborúban, úgy, mint egy koordinátor már. Valamint a kezelő személyzet kiképzésében is ukrán területen, majd, hogy nem csak már úgy kezelik, minthogyha Ukrajna NATO tagállam lenne. Mindannyiunkat vezetnek rá arra,
hogy ebből lesz egyfajta háború. Ez egy háború lesz valóban, és tényleg az lesz, hogy ebből aztán kirobban egy világméretű háború, én bízom benne, hogy nem, remélem, hogy nem, de nem tudom. Hozzá kell járulnia a védelmi kihívások megoldásához, a nemzeti mozgósításhoz és a fegyveres erőink létszámának növeléséhez Dániában. Bár nem uniós tagállam, fontos megemlíteni Norvégiát és Izraelt. Mindenki láthatja, hogy van egyfajta háborús készülődés, és mondhatja azt bárki, hogy én őrült vagyok, de hát ezek itt vannak. Ez a mainstream média az, ami erről beszél, nem én találom ki. Izraelben, illetve Norvégiában ugye már van női sorkatonai szolgálat 2015 óta Norvégiában, Izraelben pedig híresek a női katonák, és az országban mindkét nem számára kötelező a szolgálat, minden 18. életévét betöltött férfit és nőt besoroznak, férfiak 3 évet, a nők 2 évet töltenek szolgálatban, ez Izrael. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!